Első meccsnek szerintem kifejezetten koncentrált volt. Ezt is kértem a lányoktól, hogy tanulva a tavalyi szezon kezdésből, ahol ugye szintén az MTK-val játszottunk, és sajnos kikaptunk, most nem szabad elkövetni ugyanazt a hibát, hogy adott esetben könnyedén vesszük, vagy nem koncentrálunk végig a mérkőzésen. Úgyhogy ennek örülök, hogy ezt végrehajtották, és hát természetesen néha-néha azért akadozott a történet, de több volt a szebb momentum. Feladóként játszom a csapattal. Bele kellett azért ebbe a felelősségtudat berázódni, de úgy gondolom, hogy a több felkészülési meccs alatt ez sikerült. Összességében én úgy gondolom, hogy jól ment, bár nyilván vannak még dolgok, amiken szeretnék csiszolgatni, javítani, de hát első meccs meg szerintem ez egy jó kezdés volt. Építés folyamatban, ugye egy új csapatról van megint szó, tehát messze még a vége. Igen, sajnos a kezdő, hát a első számú föladónk, akiket annak szántunk, ő 3 hete lesérült egy Jászberényi tornán, akkor nem tűnt komolynak, de még azóta is érzi a dolgot. Nem tudom, hogy mikor jön, vagy mikor tud visszajönni, de az Anna nagyon szépen megállta a helyét, kezdeti kicsit görcsösségből aztán átment és tudta végig kézben tartani, irányítani a csapatot.
úgy gondolom, hogy vele is képesek vagyunk arra, hogy itt a magyar mezőnyben bárki ellen felvegyük a versenyt. Egy csapatépítésnél mindig lényeges dolog, sőt szerintem talán meghatározó dolog is, hogy mentálisan hogy áll össze a társaság, erről ilyen rövid idő alatt lehet következtetést levonni? Szerintem jó, úgy látom, hogy nagyon a kezdetektől fogva, ugye itt mindig nagy kulcs szerepe van annak, hogy a külföldiek mennyire nyitottak, és mennyire érdeklődőek, és mennyire akarnak valóban beilleszkedni, és hál' Istennek ebből a szempontból szerencsések vagyunk, mert mind az öt játékos borzasztóan nyitott, érdeklődő, és már a kezdetektől közös programokkal sikerült őket egy hullám hozzáállítani. És hát az is egy mutató, hogy végül egy külföldi játékos választott a csapatkapitánynak. Igen, igazából én azt hiszem, hogy mindenki nagyon várta már, hogy elinduljon a rendes szezon, és ne csak edzőmeccs, meg edzés legyen, és nagyon szerettük volna megmutatni magunkat, hogy ugye nagyon sok ember kicserélődött, de hogy így is nagyon jól működünk, és egy jó kis társaság vagyunk. Így van, de te viszont régi vagy. Hát átéltél már itt egy-két idényt. Hogy látod, hogy közegben, tehát csapategységben ez a társaság hogy áll jelen pillanatban? Én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon jó a csapategységünk, az új lányok szerintem hamar beilleszkedtek, és úgy érzem, hogy jól is érzik magukat, és külön is, tehát nem csak edzésen, hanem külön is szoktuk nyilván programokat, ami pluszba segíti, hogy nagyon jó legyen a csapategység, én úgy érzem, hogy ezzel nem lesz probléma.